Niger korában sem tudta elképzelni az életét erőszak nélkül. Már 18-19 évesen bűncselekményeket követtem el, például kábítószert árultam. Mindez izgalommal töltött el, nem is akartam abba hagyni. Csinálnom kellett, és amikor megtettem, utána boldog voltam. Azután hirtelen kitört a vietnámi háború, én is menni akartam harcolni, mert tudtam, hogy ott majd sérüléseket szerzek és embereket ölhetek. Ráadásul még pénzt is kapok érte, amire mindig is vágytam. El két ciklust szolgált Vietnámban légideszantosként, amikor szolgálati ideje lejárt, hazatért. Azon töprengtem, mihez kezdek majd. A repülőn hazafelé úgy döntöttem, megváltoztatom az életmódomat és beiratkozom egy főiskolára. Persze, hogy nem így történt. Miután többször is összeütközésbe került a törvénnyel, néhány barátjával létrehozták a mongolok elnevezésű motoros klubot. Az alapításkor mindössze 10 voltunk, akárhová mentünk, mindenhol kikezdtek velünk, úgyhogy harcoltunk. Aztán szép lassan gyarapodásnak indult a taglétszám. Népszerű voltam köztük a harcok, meg az erőszakos cselekedetek miatt. Big Al volt a fővezér közöttünk. Hogyha valaki számára védelem kellett, akkor ő volt a megfelelő ember. Álomvilágban éltünk. Az emberek annyira féltek tőlünk, hogy egyetlen hang sem jött ki a torkukon, amikor kitettem a pisztolyt az asztalra, és azt kérdeztem, megvan a pénz? Egy kis pénzért bármit behajtottam. El végül a heroin függőségének csapdájába került. Ebben az állapotban vette feleségül Laurent. 6 gyermekem volt, és ennek ellenére feleségül vett. Ne aggódj, bátorított. Mindannyiótoknak gondját fogom viselni. Minden rendben lesz. El egyre mélyebbre zuhant a kábítószer függőségben. A szer megszerzéséhez pénzre volt szüksége. Ahhoz, hogy anyaghoz jussak, meg kellett tennem bizonyos dolgokat. Ezért még azt is megtettem, hogy jó pénzért felrobbantottam egy bizonyos helyet. Egyfolytában féltem, rettegtem, hogy bajba kerül, vagy meghal. Mert nem volt olyan hely, ahová nem ment volna el. Még Mexikóba is elment. Vajon hazajön, évődtem? Vagy valaki felhív és közli velem, hogy meghalt? Amikor a pénz elfogyott, ennek és családjának szállásra volt szüksége. Egy család befogadta ugyan őket, de csak egy feltétellel. Minden nap olvasni fogjuk a Bibliát, közölte, amikor majd hazajövök. Fogalmam sem volt, mi az a Szentírás. Elvonakodva ugyan, de elkezdte olvasni a Bibliát, majd azt vette észre, hogy egyre növekszik benne a kíváncsiság. Egy alkalommal az illető magával hozott egy másik férfit, aki beszélni kezdett nekem a megtérésről. Nem szeretnél megtérni? Nem szeretnéd, hogy a bűneidet Isten megbocsássa? Kérdezte. Nem tudod, kivel beszélsz, mondtam neki. Ezt az elkövetett bűncselekményekre értettem. Az nem számít, felelte. Az Úr mindannyiunkért, így érted is, meghalt a kereszten. Bár megtért, az átállás nem volt könnyű, végül bombatámadás kitervelése miatt börtönbe zárták. Amikor kiszabadult, az egész családdal kimentünk elé a reptérre. Nagyon féltem, mert nem tudtam, hogy hogyan akarja folytatni az életét. Egy darabig feszültek voltunk, de végül azt mondta, hogy ezentúl gyülekezetbe fogunk járni. Soha többet nem akarok Isten nélkül élni, mondta. Hűséges akarok lenni hozzá. Elbeköltözött egy keresztény elvonó intézetbe, hogy megszabaduljon a kábítószer függőségtől. Le akartam számolni a kábítószerrel. Isten annyira jó volt hozzám, hogy mellettem maradt, mert el akartam menekülni, de végül mégis maradtam, és leszoktam a heroinról. Isten kegyelmes volt hozzám. Elvégül munkába állt az elvonó intézetben. A környezetében mindenkinek feltűnt a változás, különösen a motoros időszakból való barátnak, Andynek, aki szintén átadta az életét Jézusnak. Csodálatos dolog látni ezt a változást. Számomra El mindig is egy jól megtermett, félelmetes fickó volt. Most pedig megváltozott a hanghordozása. Elkötelezett, érzékeny ember lett, a Szent Szellem felé és az emberek szükségei felé is. Büszke vagyok az akarat erejére, hogy felállt és úgy döntött, követi Jézust.
Azt is tudom, hogy a háttere és az átélt események miatt mindez egyáltalán nem lehetett könnyű. És azért is büszke vagyok rá, mert apaként nevelte fel a gyerekeimet. Igazi apaként. Akadtak olyanok, akik legszívesebben megöltek volna. Istennek azonban terve volt az életemmel. Mindegy, milyen klubhoz tartozik az ember, mindegy, milyen a helyzete, mert Isten bármiből képes kiszabadítani. Az életem Jézus Krisztus miatt változott meg. Nem a kábítószer, az elvonókúra, az orvosok vagy a pszichiáterek miatt. Isten volt az, aki gyökeresen megváltoztatta az életemet. Nagyon szegények voltunk. Emlékszem olyan időkre, amikor azt sem tudtuk, hogy lesz-e mit ennünk. Sokszor volt olyan, hogy kikapcsolták nálunk az áramot. Emlékszem azokra az időkre is, amikor hajléktalanok voltunk. Josh Lopez még csecsemő volt, amikor a szülei úgy döntöttek, elhagyják Puerto Ricót és az Egyesült Államokba költöznek. Az új élethelyzet nagy kihívást jelentett. Az apám egyre jobban maga alá került, és sajnálatos módon, amikor 13 éves voltam, eljutott arra a pontra, hogy végig kellett néznem, ahogy egy családközpontú ember heroin függővé válik. Nagyon tragikus idők voltak. Akkor tinédzserként ott álltam, tele haraggal és megválaszolatlan kérdésekkel. Josh apja végül hazatért, és a család Texasba költözött. Ahogy a családi élet egyre zavarosabb lett, Josh újra az utcára került. 15 évesen az utcákat jártam, hajléktalanul. Őrült, zaklatott életet éltem. Josh hamar belefáradt ebbe, fázott és éhezett, ezért úgy döntött, visszatér Puerto Ricóba, ahol állami támogatással tovább tanulhatott. Úgy gondoltam, hogy ha csak egy kis sikert is elérek, ha tudok szerezni valamennyi pénzt, akkor az talán vigaszt jelentene arra a fájdalomra, ami bennem volt. Befejeztem az iskolát, és megkötöttem az első szerződésemet. Volt egy bandánk, akikkel együtt zenéltünk, latin popot. Volt egy számunk, amit a rádióban is játszottak. A spektrum másik végére kerültem. Hirtelen meglett mindenem. Volt pénzem, volt egy lakásom a tengernél, de belül igazán üresnek éreztem magam. Ha sokan vettek is körül, én egyedül éreztem magam. Szomorú voltam, és nagyon dühös az apámra. Nagyon éreztem, hogy valami változásra lenne szükségem. 5 év távollét után kapott egy meghívást a húgától. Tőle hallotta meg a megoldást mindarra, amit keresett. Miközben beszélgetett velem, mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, Josh, olyan nyomorult állapotban vagy. Látta mindazt az arcomon, ami a szívemben volt, amit a múlt okozott. Megosztotta velem a megváltás történetét. Úgy beszélt nekem Jézusról, mint előtte senki. Elmondta, hogy értem is meghalt a kereszten, hogy életet adjon nekem az áldozatán keresztül. Elmondta, hogy Isten el tudja venni a múltamat, mindazt a hibát, amit elkövettem, a mérget és a haragot, és egy teljesen új életet ad. Pár hét elteltével az egyszobás apartmanban, ahol akkor laktam, befogadtam Jézus Krisztust a szívembe, és abban a pillanatban éreztem, hogy a terhek lemennek az életemről. Békesség költözött a szívembe. Olyan béke, amit nem lehet szavakkal leírni, amit csak Isten adhat. Ez volt életem legjobb döntése. Miután átadta életét Jézusnak, egy újabb döntést hozott. Tudtam, hogy van valami, amit még meg kell tennem. Meg kell bocsátanom az apámnak. Tudtam, hogy ez egy folyamat, de Isten helyre tudja hozni a kapcsolatunkat, ami ez az első lépés a megbocsátás volt. Lehetőségem nyílt arra, hogy őt is Krisztushoz vezessem. Azóta is Isten szolgálja. Ez egy csodálatos bizonyság, amit Isten vitt véghez a kapcsolatunkban. És most már nagyon szeretem az édesapámat. Ma már Joshnak is van saját családja. A Krisztus iránti odaszánását a zenébe is beépítette.
Az Egyesült Államokban és Latin Amerikában is vannak rajongói, zenei életét felfrissítette új céllal. Épp most jelent meg a legújabb Free to Live című albumunk, ami az életem történetéről szól. Arról az útról, hogy Isten megmutatta nekem, hogyan tudom megragadni azt a szabadságot, amit ő elkészített a számomra. A szabadságot arra, hogy szeressek. Rengeteg olyan ember van, aki ugyanúgy kutat, mint én kutattam, akik elveszettek és összetörtek. Sokan keresik azt, amire a választ egyedül Jézus Krisztusban található meg. Isten szeretete elfedezi a múltunkat.